A magyar történelemnek sokféle olvasata van. Számomra mindenek előtt azt példázza, hogy mindig csak akkor sikerült felemelnünk országunkat, ha a lelkünket is sikerült felemelnünk. Ha élni tudtunk lehetőségeinkkel, belátva, hogy a lehetőségek kapuja csak azok előtt nyílik meg, akik előrelátó tervekkel, bátor és okos tettekkel maguk látnak hozzá álmaik valóra váltásához. Szent Istvánt és az akkor élt magyarokat is azt tette naggyá, hogy élni tudtak a lehetőséggel. A lehetőség, az államalapítás lehetősége más népek számára is adott volt, és akik nem éltek vele, azokat jó részt szétmorzsolta a történelem. Nem kis büszkeség, hogy mi magyarok a megmaradó, az államalkotó nemzetek közé tartozunk. Az államalapítás azonban Szent István tettével nem ért véget, ellenkezőleg. A Szent Istváni állammal új korszak kezdődött. A 20. században lépve is többször kellett újra alapítanunk államunkat. Trianon és a II. Világháború csapásai után. És akkor is, amikor azt láttuk, hogy akik felszabadítóként érkeztek, megszállóinká váltak. 1956. októberében ismét felemeltük lelkünket. Világra szóló erővel újra megfogalmaztuk a szabad és önálló európai magyar állam igényét és vágyát. Így váltunk politikai nemzetből a világ szemében is a szabadság nemzetévé. Ez a közös teljesítményünk tette lehetővé, hogy 1990-ben ismét újraalkothassuk államunkat. Ám a történetnek itt korán sincs vége. Államalkotó nemzetünk tagjaiként ma is úgy érdemes magunkra tekintenünk, mint valódi alkotóira, újra alapítóira államunknak. Rajtunk múlik, hogy a magyar állam 21. századi építménye milyen otthonunk lesz mindannyiunkon. Ezért nem elég büszkének lennünk elődeinkre. Nem elég fejet hajtani az ő teljesítményük előtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt állunk egy új kor kezdetén, mint ahogy a világ is egy új kor küszöbéhez érkezett. A régi világ válságban van, az új világ pedig most van születőben. A világválság következményei minket is szorongatnak, de ez sem akadályozhat meg minket abban, hogy saját magunkkal ismét bölcs kiegyezésre jutva újra felemeljük a lelkünk. Mert azok a nemzetek lesznek a 21. század nyertesei, akik képesek erre. Mi magyarok pedig a vérünkben hordozunk a tudást, hogy ha a lélek emelkedik, csak ugyan vele emelkedik minden. Emeljük fel hát lelkünket mi is. Kezdetnek elég lesz, ha odaemeljük, ahova ez van írva, a haza minden előtt.